Igen. A 60 méteres női gátfutás egyik időfutamával indult a 2022-es hazai fedett pályás szezon, és egyben ez a futás volt a Nyíregyházi Atlétikai Centrum első hivatalos versenye. 31 hazai és 5 szlovákiai egyesület atlétái neveztek, és összesen 344 rajtot regisztrálhattak a szervezők. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétái is felmérhették, hogy milyen állapotban vannak az év elején. Ez a verseny tulajdonképpen felkészülési verseny majd a következő bajnokságokra, egyrészt az U18-as, U20-as, meg a felnőtt magyar bajnokságra, illetve majd a serdülőknek az U16-os bajnokságára is. Különösebb elvárás nincs, felmérés jelleggel versenyeznek, és elég sok nyíregyházi versenyző, minden szakákból indulnak versenyzőink. Akik egészségesek, azok elindultak. 2023-ban Budapesten rendezik az atlétikai világbajnokságot. A Magyar Szövetség elindított egy programot annak érdekében, hogy minél többen képviseljék az országot a VB-n. Természetesen a sportágunk számára egy olyan óriási lehetőséget jelent, és így is kezeljük ezt. Erre jött létre a Budapest 2023 kiemelt atlétikai program, aminek a fő célja, hogy minél több magyar atlétának a kvalifikációját tudjuk biztosítani, hiszen ma már ott tartunk, hogy egy világbajnokságon indulni az is egy nagyon nehéz dolog, nagyon megnehezültek a kvalifikációs feltételek. Mi azt szeretnénk, hogyha legalább 25-30 magyar atléta azzal a csodával találkozhatna, hogy hazai közönség előtt egy világbajnokságon részt venni. Természetesen azt is szeretnénk, hogyha minél többen tudnának egy-egy fordulót menni, elődöntőkbe jutni, urambocsán minél többen döntős helyezést tudnának elérni, és ezt segítendő jött létre a kiemelt atlétikai program. Az idei évben sűrű lesz az atléták versenynaptára, fedett pályán és szabadtéren is rendeznek világbajnokságot, valamint lesz szabadtéri Európa-bajnokság is. Nagyon fontos nekünk, mármint az atlétikai szakágnak, hogy a legjobb versenyzőink ott legyenek a világversenyeken, és hát már van teljesített szint a világbajnokságra, Szikszai Róbert személyében. Bízunk abban, hogy Kerekes Dóra is az Európa-bajnokságra meg tudja dobni a szintet, illetve hát Helebrand Máté, Bakosi Péter, aki szintén készül még ezekre a nemzetközi versenyekre. Most már a felkészüléssel nem lehet probléma, hiszen minden biztosított, ami téli időszakban, nyári időszakban felkészülésre szükséges. Már csak az kell, hogy a formájuk abban az időszakban lehető legjobb legyen, és tudjanak teljesíteni. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a hétvégén is rendeznek egy versenyt, és a tervek szerint februárban többször is rajthoz állnak majd a legjobb magyar atléták a sportág új hazai központjában.